Szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen itt lök az autóval, nem mással, mint a Lukasszal. Szervusz, jelenleg nem mással tartunk, mint ahogy látjátok, az szerintem iskolához. Az iskolához megyünk. Én viszem a Lukaszt, ugyanis ma nem dolgozok. Kint csodaszép esik a nap, ahogy valószínűleg láttátok, de megmutatom még egyszer, egy felhő nincs az égen. Ugye mondtam nektek a múltkor, hogy esett az eső egész héten, bár jövő héten is meg a hétvégén is esőt mond, de egyelőre úgy néz ki, hogy szép időnk lesz ma. Nézd, vágják a füvet, látod, az a kis vágó valamivel traktorra. Aztán még mielőtt a Lukaszt kirakom az iskolánál, van egy kérdésünk hozzátok, ugye? Van egy kérdésünk. A kérdés pedig a következő. Mikor kaptátok meg az legelső mobiltelefonotokat, és ez milyen telefon volt? Ugyanis elmondom, hogy miért. Ugye a Lukasznak nincsen mobiltelefonja, és... Mit? Nincs. Nincs. Nincsen. Senki, az osztályban kinek van mobiltelefonja? Nulla. Senkinek nincsen, ugyanis nálunk nem nagyon divat, hogy a Lukasz korosztályába kapnak a gyerekek telefont. Én azt hiszem, hogy Magyarországon a Lukasz korabeli gyerekeknek, én azt hiszem, hogy már van telefonjuk. Legalábbis mindig mondjátok nekem, vagy kérdezitek tőlem, hogy a Lukasznek milyen van. Úgyhogy azért gondoltam, hogy lehet, hogy nektek már van, vagy én nem tudom, hogy mi a szokás, de itt nálunk Ausztráliában nincsen egészen, meddig nem lett mobiltelefonod, nem vihetted az iskolába. Nem. Ugyanis a mobiltelefonod az lehet, ugye, de senkinek nagyon nincsen, és az iskolában egyáltalán nem viheted el egészen meddig. 13 éves korodig? Gondolom. Ja, a középiskoláig. Még nem mész középiskolába, az általános iskolában nem viheted el. De arra gondoltunk, hogy ha mondjuk elköltözünk innét, egészségedre. Elköltözünk innét egy kicsit ugye távolabb, és a Lukasznak ugye busszal kell majd menni, akkor kap egy ilyen olcsóbb telefont, valami, nem tudom milyen telefon, milyen olcsóbb telefonok vannak? Fogalmam, milyen olcsóbb telefonok vannak? Ez a telefon, az ilyen, a 30 dollár. Ilyen 30 dollár, de nem ilyen iPhone, nem valami jobb fajta, nem tudom, hogyha valakinek valami Nokia ötlete. Nokia 2002. Jaj, Nokia telefont. Valakinek van valamilyen ötlete, olcsóbb telefonra nyugodtan írjátok meg. Arra gondoltuk ugye, hogy kap egyet, és hogyha valami gond van, azon fel tudjuk hívni, vagy ő fel tud minket hívni. Mégis kikapcsolja a napközben, belakja a táskájába, tehát gond nem lesz belőle, de mégis, hogyha ugye valami lenne a buszon, vagy a... nem tudom. Ugye mégis ezért tudnánk vele beszélni. Nekem ugye a legelső telefonom, tudod mi volt? Egy Ericsson 628-as, ez a nagyon nagy, az a tégla telefon ilyen. Majd megmutatom nektek, ugyanis otthon van egy ilyen telefonom, mert gyűjtöm a régi telefonokat, legalábbis régen gyűjtöttem, és van egy pár, tudod melyik az? Mutattam már neked. Ja. Az a, én annak ide azt rettentően szerettem azt a telefon. Na várják, közben megérkeztünk az iskolához, hogyha nagyon sokan vannak, oda néz. Látod, mennyi autó megy az iskolába? Amúgy házakat még mindig nézgetünk, tehát nem tudom, hogy lehet, hogy nem busszal kell neki járni, de sose lehet tudni, ezért gondoltuk, hogy ha mégis, akkor kap egy ilyen olcsóbb telefont. Megfordulunk gyorsan, na várjál egy autó, nézd itt a víz lent, itt van egy pár szép ház, ott hátul megfordulunk, itt van egy ilyen zsákutca. Itt van egy pár szép ház, te itten kéne egyet bérelnünk. Mondjuk ezt itt szemben, látod? Itt a folyón amúgy az a gond, hogy sok szúnyog lenne megint valószínű. Ide megparkírozunk, ide megállunk. Úgyhogy, te bemész az iskolába, rendben van? Én meg hazamegyek, elkészül a család, mi meg megyünk a boltba, a bankba, meg nem tudom, egy pár helyre el kell menni, ugyanis ma van időnk. Úgyhogy neked jó napot az iskolába. Jó napot. Szia. Olyan nagy az autó, hogy nem érek hát a túloldalra. Na, szervusz. Hozzáérkeztem, hogy látjátok, itt van a Davis, aki egy kicsit képzeld el ilyen nyűgös. Ma nem csak az elmúlt egy pár napban, ugyanis jön a hátsó foga, én azt hiszem jön a hátsó foga, mert lehet rajt látni. Kap ilyen kenőcsöt oda a fogára, ami egy kicsit úgy csillapítja ugye a fájdalmat, de nehéz rakni az ujjadat, mert mindig rá akar harapni és rettentően fáj, ugye? Úgyhogy most nem más, mint csinálni, mint elkészülődünk, a Davis már majdnem, hogy készen van. Aztán el fogunk menni, ahogy mondtam, el kell menni a boltba, ugye szokásos helyekre egy pár dolgot el kell intézni, és az időképzelő olyan izzalos, hogy az elmúlt egy-két napban esett az eső, ugye mutattam nektek, mikor volt az élőadás,
Szerdán, ugye? Szerdán volt az élódás. Akkor szerencsénk volt, hogy nem esett az eső, ugyanis esett, szakadt, komolyan mondom, mert megérkeztem, és akkor oda-oda a parkolóba, ott egy kicsit akkor elállt, hazajöttem, este megint szakadt az eső. Ilyen őszies, ugye most jön nálunk, az nem is jön, már ősz van ugye mi nálunk, és most van ez az eső, és ilyen üdő, amit annyira nem szeretünk. Viszem magammal a csipogót, látod az autóba, ez ilyen csipogó, ez arra jó, hogy berakod, és hogy hát akarsz menni olyan hídon, amiért kell fizetni, vagy olyan úton, amiért kell fizetni, ugyanis egy-két útért kell nálunk fizetni, akkor erről veszik le a pénzedet, így csipog egyet, mert vannak ilyen kamerák, vagy micsodák, és ennek meg kell, hogy legyen az autóba. Már ha nincs benne, az se baj, mert a rendszámra van írva, és van egy videokamera, beolvassa az a rendszámot, ez a videokamera, csak az extra 40 centbe kerül neked. Hogyha ez rajt van, akkor 40 centet extrában nem kell kifizetni. Úgyhogy, még mindent kérdezzétek, mennyibe kerül, attól függ, melyik úton akarsz menni, vagy hidon. Valamelyik 1,50, valamelyik 3 dollár, valamelyik 4 dollár, attól függ. Ó, mit mondasz? Ó, amúgy az éjszaka képzeld el egész jól aludt ahhoz képest, hogy aludt az elmúlt egy pár napban, ugyanis hányszor keltél fel? Talán egyszer vagy kétszer kelt fel az éjszaka, úgyhogy elég jól aludtam. Bár reggel képzeld el, 7 órakor bejött a szobába, rámugrott, és nem mondta, hogy ki az ágyból, de elkezdtünk játszani, legalábbis ő játszott, én próbáltam aludni, nem tudtam. Úgyhogy korán kellett, ma is kellem. Na mindegy, még egy pár év aztán én is tudok egy kicsit tovább aludni, mint 7 óra, vagy 6.30, amint olyan mennyi, 3 éves lesz, 4 éves lesz, ugye? Aztán utána hagysz engem is majd aludni. Majd akkor kialosszuk magunkat, legalábbis én biztos, legalább nagyon remélem. Úgyhogy aztán megvan minden, húzzuk a cipőnket, Révisen már rajta van, a nagyobbik cipője, látod? Az a baj, hogy mindig leesik a lábáról, mikor sétál, de nem lehet róla levenni, mert jobban szereti most ezt, mint a szondáját, mindegy. Majd max nézzünk valami kisebb számú cipőt neked, rendben van? Készen vagyunk, képzeld el, kulcs megvan, úgyhogy, hoppá, indulunk, amit kezdve beázott a garázs, mutatom. Ott, látod a vizet? Ott csöpög a víz, onnét abból a valamiből. Múltkor, hogy esett az eső, ilyen rettentő nagyon, így csak ömlött be a víz, attól féltem, hogy elfogáz itt az egész összes autó, parkoló. De aztán nem ázott el, valóban elfolyt. Valóban oda hátra, látod, oda elfolyt. Megálltunk egyen, lehet, hogy fél órára, lehet, hogy egy órára, ugyanis a feleségemnek be kellett futni ide, nem lehet látni az autótól ilyen orvosi helyre, el kell intézni neki egy pár dolgot. Miért maradtunk a Davis-szel, ahogy látjátok. Amit akartam nektek mutatni, öregek otthonát, képzeld el, ugyanis van itt egy ilyen orvosi rendelő, meg ilyen röntgenes, meg más azt hiszem, hogy nincsen. És itt szemben, látjátok, ez egy öregek otthona, itt a bejárat, a kibejárat, meg a kapu, és ilyen kisebb lakások vannak, egy ilyen nagyon nagy épület, és ilyen kisebb lakások vannak mindenfelé. Gondoltam, hogy megmutatom nektek. Oda be nem nagyon tudunk menni, de ott megy egy öreg néni. Látod? Ott valahol. És max le tudok vezetni, de a parkolón kívül más nem fogunk látni. Csak gondoltam, megmutatom nektek itt a bejáratot. Amúgy nagyon meleg van, komolyan mondom, mutatom, 31 fok van, 9 óra 44 perc van, ahogy látjátok, és 31 fok. Nagyon ilyen izzadós az idő, úgyhogy lehet, hogy felhúzzuk az ablakokat, és le vannak húzva, és beindítjuk ezt a légkondit, mert nem hiszem, hogy ki fogjuk bírni. Ott nem, ezt nem tapogatjuk, ugye hiába, ja, hiába lehetett tapogatni, de ebben az új autóban nem tapogatunk. Rendben van? Még mindig várunk, képzeld el, csak akarok valamit mutatni nektek, oda nézd! 38 fok, látod? Én azt mondom, hogy kezd feljebb menni, a hőmérséklet ma nagyon meleg lesz, én úgy érzem, és még csak 10 óra lesz. Miközben jött egy mentő, oda szembe látod, az előbb jött villogóval, úgyhogy valaki biztos, hogy el fog vinni. Ahogy mondtam, öregek otthona, gondolom sokat jár az a mentő az öregek otthonába. Az előbb, hogy itt volt, képzeld el a rendőr is, hogy miért jött az öregek otthonába a rendőr, fogalmam nincsen. Végeztünk, legalábbis a feleségem végzett, úgyhogy most legyünk a bevásárlóba. Aztán, ahogy mondtam, meg kell menni a boltba, a bankba valószínűleg, meg azt mondom, hogy valamit kellene reggelizni, ugyanis ilyenkor reggel, amikor felkelek, ugye eszek kekszet, megiszom a tejámat, és ennyi. Ilyen 10 óra környékén nagyon kezdek éhes lenni. Na már itt egy madár, kikerüljük, elrepült, úgyhogy valószínűleg valamit én legalábbis eszek. Jöttünk!
jöttünk, képzeld, nem másról, mint ide a régi bevásárlóval, régen szoktunk járni, ahol laktunk ugye azon a helyen. Na várjál, legyünk, mert nem is ki akar szállni. Jaj, te! Na mi a helyzet? Jössz? Te, az a cipő, nem lehet róla levenni és adni a másikat, ugyanis elkezd sírni, hogyha le akarjuk róla venni. Na mindegy, hozzuk azért magunkkal, aztán meglátjuk. Becsukod az ajtót? Hm? Na, nyomjad! Itt látod a régi bevásárló, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, meg ki nem. Ide szoktunk mindig járni, majdnem minden másnap, ugye? És ez a mi helyünk. Legalábbis itt szoktunk megállni ezen a részen. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, meg ki nem. Amúgy, hogy csináljuk a benzinkutat, képzeld el. El kell mennem tankolni, lehet, hogy a másikra. Ugyanis ott is van egy... Látod? Mondtam, hogy le kell cserélni a cipőt. Na, hogyha mi lecserik ezt a cipőt, aztán bemegyünk oda. Te méretedben, mi? Nem, az túl nagy bakkancs, te. Ezek nagyok, nagyok. Talán ez a piros. Oda néz. Vagy az. Na várja. Davis piros, vagy kék? Melyiket vesszük fel? Ja, levesszük? Na milyen? Jó a méret, vagy nem jó a méret? Kell hozzá szokni, azt elfelejtettük. Milyen is egy kicsit, lehet, hogy túl kicsi. Itt vagyunk a játék részen. Kék cipőt veszünk. Legalábbis a Davis azt döntött, hogy a kék szebb, mint a piros. Úgyhogy ezzel megyünk valószínű. Szerintem ez a cipő majdnem ugyanolyan, mint a régi. Talán az orra egyenesebb, mint a másiknak. És nem esik ki a lába, meg ezzel van tépőzár. Azon meg nincsen. Meg zokniból lehet, hogy jó is lesz. Legalábbis reméljük. Mi ez? Ja, ez az a mes, amit szokott nézni a Davis a tévében. Nagy ritkán. Itt az autónk. Jövünk visszafelé. És Davis felpróbálta az új cipőjét. Itt van rajta. Látod? Ilyen szép. Úgyhogy most elmegyünk és megtankoljuk az autót. Ja, nyitjuk. Hol a kulcs? Itt a kulcs. És nyílik autó. Oh, húzzuk meg. Bum. Oda befelé. Csücs. Úgyhogy most gyorsan még megtankolni az autót, ugyanis nagyon üres a tankunk most már. Aztán menjünk haza és a Davis elmegy aludni valószínű. Nem, több mint valószínű, és 11 óra 30 lesz mindjárt. Nem akar belülni az ülésbe, látod. Felébredt a Davis, bár még mindig egy lustálkodik az ágyon, kb. 5-10 perc között kellett fel, most fogok én megebédelni, nem más fog enni, mint ilyen tésztát, na elfelejtettem, tésztát fog enni, nem mással, mint spenóttal, ilyen benne a közepében ilyen spenótos valami a tésztában, és így össze van ilyen forgatva, mindjárt megmutatom nektek, várjál, hol itt van, látod, ilyesmi, és ott bent a közepében van az a sok jó dolog, ami jó a mindenkinek, a gyerekeknek. Annyira nem tudom, hogy meg fog jönni, vagy nem, azt hiszem, hogy ilyet még nem evett. A Lukasz van, hogy nagyon szereti ezt. Evett? Meg miért is? Ezt a fajtát még nem evett, ugyanis van egy másik fajta, amit szeret, ez egy ilyen újabb fajta. Azt mondta a feleségem, hogy ezt megpróbáljam a vele. Én meg most nem máshol csinálni, mint iszok egyet. Nem más, mint narancslét. Látod, egy ilyen narancslét. Elindultam a Lukaszért, amúgy képzeld, de elmutatom. Jön az eső, még azt hiszem, hogy csöpög is. Még a végén meg fogok ázni. De, még milyen szép idő volt délelőtt. Mondtam nektek, hogy hétvégére estélt, megint egész hétre. Már délutára is mondtam, ahogy látjátok, már jön egy autó. Úgyhogy a végén meg fogunk ázni. Éhes vagy? Mit csinálsz? Milyen a baj? Veszel a baj! Ja, le kéne vágni az oldalt legalább, még mindig nem nőtt meg rendesen. Ja, úgyhogy most felmegyünk.
Ha gyorsan megebédelünk, és én kezdek ilyes lenni. Nem tudod te, hogy vagy vele, de nekem fakad a gyomra. Na megjöttünk, menjünk enni. Megebédeltünk, közben mutatom. Látod? Megjött az eső, el is ment, közben esett egyet. És arrafel ilyen felős az idő. Aztán képzelően néztem a híreket, és azt mondták a hírekbe, nem azt mondták meg, egy videót is láttam róla, a Brisbane-i repülőtéren ilyen tornádó volt, ilyen forgott körbe a szél mindenfelé. Ilyen nagyon csúnya idő volt arrafelé, esett az eső meg minden, de nem minden, hogy idáig el fog jönni. Itt látjuk a végét, ahogy ti is látjátok, de ide hozzák le a GoPro-ra, nem hiszem, hogy ide fog érni. Lajmis azt mondta, hogy nem erre jön, úgyhogy minket el fog kerülni, nem lesz vihar. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, ugyanis semmi érdekeset nem fogunk csinálni, kivéve elmegyünk majd a szüleimhez nem sokára. Mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ ugye, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!